Szokatlanul enyhetelünk volt, ami nem csak a rákcsálók kártevők, hanem a kullancsok elszaporodásához is vezetett. A szakemberek azt mondják, a vérszívókból több van, mint egy évtizede. Ráadásul már nem csak erdőn, mezőn kell rájuk számítani, hanem a kiskertekben, parkokban is. Bincsó Évához, szexádi gyermekorvoshoz is rendszeresen fordulnak tanácsért szülők a kullancsok miatt. Minden második kullancs hordozhat az ember számára veszélyes kórokozót, legismertebb megbetegedés a Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás. Ez utóbbi ellen oltással is védekezhetünk. Fontosnak tartom, hogy ezt megkapják akár a gyerekek, akár a felnőttek. Általában úgy van, hogy van egy alapoltás, ami három részből áll. Megkapja nulla időpontba egy hónap múlva és egy év múlva. Persze van ennek egy gyorsított változata is, de ezt nem nagyon javasoljuk, mert azért kell egy idő, mire az ellenanyagok képződnek a vérben, és akkor utána 3, majd 5 évente kell újraoltani, tehát ezt folyamatosan frissíteni kell a szervezetet. Ám a kullancs több mint 10 betegséget terjeszt, és ellenük nem véd ez a védőoltás. Jelentette ki Kapiller Zoltán állatorvos, a Magyar Kullancs Szövetség elnöke, aki azt is elmondta, miként lehet a kutyákat, macskákat megvédeni a kullancsok okozta megbetegedések ellen. Ugyanez az igazság a kutyákra nézve is, ott nem a kullancs enkefalitis okoz óriási problémát, hanem a Lyme-kór. A kutyák esetében van Lyme-kór ellen védőoltás, azt tanácsos a négylábú szeretőknek beadatni. A szakember azt tanácsolja, túra vagy épp kertészkedés előtt érdemes lekezelni magunkat és állatainkat kullancsriasztó készítménnyel. A kirándulás során a vad etetőket, vad itatókat kerülni kell, mert ott fokozott a kullancs veszély. 1-1,5 óránként kell átvizsgálni magunkat, hogy van-e kullancs csípésünk. Ha találunk magunkban, a patikákban kapható kullancs eltávolító kanállal érdemes azt eltávolítani.